Egy olyan témát kell bemutatnom önöknek, és mindig hozzá szoktam azt tenni, kicsit lopva a néhai miniszterelnöktől, Lakatos Gézától, aki az emlékiratainak a címlője azt írta, hogy ahogyan én láttam. Egy történész meg nyilván mondja azt, hogy ahogy ő ezt a kérdést látja, hogy ezt a kérdést az forrásokból megismerte, és nem biztos, hogy minden állítása vagy minden véleménye mindenkével egyezik. Egy dolog, ami tény és való, 1941. június 27-én a Magyar Országgyűlés képviselőházában a délelőtti órákban 10 óra néhány perckor Bárdossy László, akkori miniszterelnök, külügyminiszter bejelentette, hogy az országot ért nem provokált támadás következtében a magyar királyi kormány megállapítja, hogy Magyarország és a Szovjetunió között a hadi állapot beállott. Azért kezdtem ezzel a mondattal, és majdnem szó szerinti az idézet, a képviselőházi naplóban egyébként lehet ellenőrizni, mert Magyarország háborúba lépésével, a szovjetuniói hadba lépéssel kapcsolatban nagyon sokféle verzió, variáció van, és számos olyan megfogalmazás él még napjainkban is, amelyek 1945 után kaptak, hogy így mondjam, lábra, és fogalmazódtak meg úgy, hogy Bárdossy László törvénytelenül hadat üzent a Szovjetuniónak és hasonló dolgokkal. Én azt gondolom, hogy másfél-két hét múlva önök nagyon sokszor találkozhatnak különböző lapokban és internetes oldalakon ugyanezen megfogalmazásokkal. Miközben ebből egy dolog tény, hogy Magyarország és a Szovjetunió között megkezdődött az ellenségeskedés. De nem ebben a formában, hogy említették. De hogyan jutott az ország oda, és miért is lépett be ebbe a háborúba, amelyet aztán nyilván úgy tekintünk, hogy a második világháború, hiszen ha visszagondolunk a középiskolás vagy egyetemi élményeinkre, akik történelmi szakosok voltak középiskolában, meg valamennyien tanultunk történelmet, ugye azt szokták mondani, hogyha a kérdés volt, a második világháború 1939. szeptember 1-én indult, és 1945. szeptember 2-án fejeződött be, amikor Japán letette a fegyvert. Aki esetleg nem gondol Európán kívülre, az pedig azt mondja, hogy május 8-án a nyugatiak szerint, és május 9-én a Szovjetunió szerint fejeződött be, mert ugye kétszer iratták alá a németekkel a fegyverszüneti egyezményt, hiszen az elsőről a szovjetek lemaradtak, mármint az aláírásról. Most Magyarország esetében ez a hadba lépés azt jelenti, hogy ekkor kerül a később világméretűvé fejlődő háborúnak a sodrába, illetve válik résztvevőjévé, de ennek van egy előzménye, és én nem akarok visszanyúlni a trianoni békediktátumig, de gyakorlatilag a 20. századi magyar történelmet, legalábbis én így látom, és az az érzésem, hogy a 21. századit is bizonyos szinten és formában a trianoni békediktátum meghatározta, hiszen az ország akkor leegyszerűsítve Horvátország nélkül elvesztette területének kétharmadát, magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát, egy európai nagyhatalomból, amely a társországa volt, ugye Ausztriának egy európai nagyhatalomból, az osztrák-magyar monarchiából, egy közép-európai kisországgá vált, amelynek a lélekszáma, a lakosainak a száma nem ért el a 8 milliót, és gyakorlatilag minden jelentősebb gazdasági erejétől megfosztották, és ennek az országnak, illetve a lakosság döntő többségének, talán nem lehet azt mondani, hogy kivétel lett volna, az alapvető célja és az elképzelése az volt, hogy ez az állapot, amit Trianon hozott, nem fenntartható, és Magyarország alapvető célja a revízió, az elcsatolt területeknek, vagy legalábbis egy részének a visszaszerzése. Ezt megfogalmazta ugyanúgy Teleki Pál, Betten István, Gömbös Gyula, és sorra lehetne venni a kormányokat, amelyek ebben a gondolatban éltek, és gyakorlatilag 1938-ra jut el oda Magyarország, hogy ezt a bizonyos revíziós elképzelését megvalósíthatja legalábbis részben, hiszen a négy európai nagyhatalom 1938. szeptember 29-én, 30-án Münchenben egy olyan megállapodásra jut, hogy Németország visszakapja az egykori területeit, a Szudéta vidéket a csehszlovák államtól, amelyet a nagyhatalmak hoznak létre, a franciák és a britek, illetve az olaszok az első világháború után, egy addig nem létező országot, és Magyarország és Lengyelország is lehetőséget kap arra, hogy a csehszlovák állammal tárgyalásokat folytasson területi kérdésekbe. És ez indít el Magyarországon egy olyan folyamatot, amely 1941 áprilisáig vagy júniusáig siker szériája a sokat emlegetett, egyesek által szidott Horthy korszaknak, egyesek szerint rendszer, szerintem egy korszakról van szó, mert egyáltalán nem egy speciális rendszert jelentett. Hiszen 38. novemberében az első bécsi döntés következtében az észak-magyarországi területek, ahogy mondjuk ma Felvidék egy része visszatér, több mint 86% magyar lakossággal. 39-ben némi fegyveres Csetepaté után Kárpátalja, ahol kisebbségben van a magyarság. 1940-ben nemzetközi döntőbíráskodás által
nemzetközi jogi értelemben elfogadott módon Észak-Erdély és a keleti országrészek, majd 41 áprilisában visszatér a délvidék itt már hadműveletek során, és ez az az út, amíg Magyarország, hogy így mondjam, a sikeres revíziót lezárja, és senki nem gondolja akkor azt, vagy legalábbis úgy látom, nem feltételezi, hogy az a háború, amelyik 39-ben elindul Németország és Lengyelország között, amihez gyorsan csatlakoznak a szlovákok, csak róluk megfeledkezünk, hogy aztán szeptember 17-én a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot hasonlóan a németekhez, és utána legyen egy francia, brit háború a németekkel és így tovább, de 1941-re gyakorlatilag Európában van két szövetséges nagyhatalom, a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió, amelyek szövetségesek gyakorlatilag, hiszen 39. augusztus 23-án aláírnak egy megállapodást, amelynek az a lényege, hogy felosztják egymás között Európát. És Európából szovjet érdekszférába kerül Finnország, a balti államok, Románia, Bulgária, és megegyeznek abba, hogy ha Lengyelországba történne valami, ez egy kicsit cinikus észrevétel vagy megjegyzés, akkor azt a területet ketté osztják. És ez a két nagyhatalom 1941 tavaszáig pontosan betartja ezeket a szabályokat, és mindenki a saját érdekeit képviseli. És amikor 1941 áprilisában a Magyar Királyi Honvédség csapataja már szétesett jugoszláv területekre bevonulnak, amelyhez megkapják a németek és az olaszok hozzájárulását, és a moszkvai magyar követnél úgymond, vagy követtel szemben fölveti ezt a kérdést a akkori szovjet külügyi népbiztos, később miniszter, ugye Molotov, akkor Kristófi József szerintem kellő diplomáciai érzékkel, de mondhatjuk, hogy cinizmussal azt mondja, hogy Magyarország nem tett mást ekkor a délvidék esetében, mint amit a Szovjetunió 39. szeptemberében az elnyomás alatt élő testvéreit szabadította fel. Mert ez volt a szovjet szlogen 1939-ben, hogy a lengyelek által elnyomott fehér oroszokét és másokat fel kell szabadítani. És 1941 ez az a pillanat, nem Magyarország esetében, Jugoszlávia esetében, amikor a két nagyhatalomnak, Szovjetuniónak és Németországnak az érdekei erősen ütköznek, hiszen a jugoszláv válság annak köszönhető részben, hogy szovjet, illetve brit segítséggel az egyébként három hatalmi egyezményhez csatlakozó jugoszláv állam esetében, ha így mondanánk, pucs van, hatalomátvétel van, egy új kormány kerül hatalomra. Azok ugyanazt mondják, hogy elfogadják azt, hogy Jugoszlávia csatlakozott a három hatalmi egyezményhez, de ezt Hitler nem tolerálja, és megindul az a hadművet, amiben Magyarország részt vesz. És ekkor már egyértelművé válik, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz egy német-szovjet konfliktus, amelyik az addigi, hogy úgy mondjam, békés európai felosztást megváltoztatja. És azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak arról van szó, hogy Németország készül leszámolni, úgymond a sztálini Szovjetunióban, most ideológia vagy nem ideológiaknál fogva, de a Szovjetunió is készül háborúra. És ez egy nagyon lényeges dolog épp a magyar hadbalépés kapcsán, amik körül nagyon sok érdekes, illetve vitatott kérdés van. Hiszen 1941 elején van olyan szovjet hadgyakorlat, törzsvezetési gyakorlat, amelyen a megtámadott ország, a célország Németország, és a kisegítő irányban Budapest és Bukarest a támadás iránya. Erről a rendszerváltoztatás időszakában megjelentek korabeli források az akkori még nem szétesett Szovjetunióban, akkor még pár centér lehetett dolgokat, mármint levélti árnyokat vásárolni. Erről hosszan cikkezett a Spiegel, de még hozzá kell tennem, hogy a Népszabadság is hozott róla részt. Tehát 1941-ben a Szovjetunió számol azzal, hogy majd lesz egy háború, és ha valaki szovjet tábornokok memoárjait veszi a kezébe, például Moszkalenkóit, amit a 80-as években adtak ki, mit ír Moszkalenkó 1940-ről? Özöllik a hadfelszerelés, az utánpótlás és a csapatok a nyugati területére a Szovjetuniónak, az akkor létező német-szovjet határa. Hát miért kell oda özölleni, ha nincs valami elképzelés egyébként ezzel? Magyarország esete nagyon sajátos. Magyarország egy kényszerpárára kerül, és független attól, hogy ki miként ítéli meg Ránki György történészi működését, én azt gondolom, hogy egy nagyon precíz és egy nagyon pontos megfogalmazás. Trianon Magyarországot egy kényszerpályára lökte, amiről letérni nagyon nehezen lehetett, vagy lehetett volna. Volt rá kísérlet. Próbálkozott Bethlen István miniszterelnökként, hogy vajon mit mondanak a britek, támogatna bennünket.
A később másútra tért Imrédi Béla, amikor miniszterelnök lesz, szintén a britekhez fordul. Róla az a hír járja, hogy kitűnő kapcsolatai vannak, főleg a pénzvilággal, hiszen a Nemzeti Banknak is volt elnöke, pénzügyminiszter, egyebek. És a britek mit mondanak? Forduljon bizalommal a németekhez, mert a brit birodalomnak sem ereje, sem érdeke nincs Közép-Európában valamit tenni. És Magyarország abban a helyzetbe kerül. A sikeres trianoni revízió után én így fogalmaznék, hogy a körülötte lévő országok, amelyek addig is ellenséges országnak minősülnek, vagy Magyarországot annak tekintik, a már létrejött akkor szlovák állam, a maradék román királyság, amelyik ugye 1940-ben nem Magyarország ellenében veszít el területeket, illetve szerezzük mi vissza a magyar területek egy részét, hanem a Szovjetunió az első, amelyik területeket vesz el tőle, Bukovina, Beszarábia. És a másik állam, Bulgária, amelyik Dél-Dobrudzsát szerzi meg, az egy szerencsés helyzet, hogy ők aztán a háború után is megtarthatják, és Magyarország. És ott van Jugoszlávia, tehát az egykori kisantant államok és maradványai továbbra is ellenségesek Magyarországgal. És ekkor jön, hogy várható egy német-szovjet háború, és fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen esetben mit lépjen Magyarország. A Honvéd vezérkar főnöke Wert Henrik két memorandumot is összeállít, a miniszterelnök külügyminiszternek, egyiket Bárdosi László, mint miniszterelnöknek küldi el, a másikat, mint Bárdosi László külügyminiszternek. A dolognak az a lényege, nagyon leegyszerűsítve, hogy várható egy szovjet-német konfliktus, Magyarország ebben az esetben mit kíván tenni? Egy katonai vezetőnek szüksége van azokra az információkra, és tudnia kell, ha lesz egy háború, mi odaállunk-e valamelyik mellé, a Szovjetunió vagy a németek mellé fegyveresen, semlegesek maradunk, próbáljuk megőrizni a szuverenitásunkat és kimaradni belőle, hiszen Teleki Pál miniszterelnöknek 39-től miniszterelnökségétől kezdődően az volt az álláspontja, hogy Magyarországnak ebből az európai, akkor még európai lesz a konfliktus szeptemberben a lengyel-német háború kapcsán, ki kell maradni, meg kell őrizni az erejét a háború utánra. Egy akkori katonai vezető, Nádai István, aki akkor a vezérkar főnökének első helyettese, szeptember 3-án vagy 4-én készít egy anyagot, egy memorandumot, amiben azt írja, hogy ő úgy látja, hogy Magyarországnak ebben a háborúban semleges álláspontra kell helyezkedni, mert nem tudhatjuk, hogy ki fog győzni, lehet ebből egy remi is, de amennyiben a politika másként dönt, természetesen, mint katona, teljesítem a kötelességemet. Bárdosi László Wert fölvetésére, javaslatára, hogy így mondjak, azt jelzi, hogy a katonák ne akarjanak beleavatkozni a politikai kérdésekbe, hiszen azt majd eldönti a politika, hogy mi legyen. Wert katonai szempontból fontosnak tartja, hogy tudnia kell, hogy mozgósítsák a hadsereget, ne mozgósítsák. És azt is hozzá kell tenni, hogy amikor Németország kidolgozza, vagy Hitler utasítására kidolgozzák a szovjetuniói hadműveleti terveket, akkor a határozott utasítása van arra vonatkozóan, hogy Magyarországgal nem kell számolni és nem kell vele foglalkozni, mert ha mi a magyaroktól kérünk valamit, ők azonnal kérnek helyette valamit. De számol a finnekkel, hiszen Finnország a Szovjetunióval háborúban volt 40, novemberétől 41 márciusáig, jelentős területeket vesztett el, számol Romániával, a románok szeretnék visszaszerezni az elvett területeket, a szlovákok pedig, mint kiderül, majd 41-ben elsőként csatlakoznak a szovjetuniói háborúhoz. És 1941. június 22-én megindul a német támadás. És magyar szempontból itt van a dolog, hogy mi legyen a döntés, de előtte még visszakanyarodok egy mondat erejéig 22-ig előtt néhány napra. A Honvéd vezérkar főnöke második osztálya, a második VKF osztálya, amelyik a hírszerzés és kémelhárítással foglalkozik, készül egy összegzés, azt hiszem június 20-án vagy 19-én. A nyilvántartó halosztály már elemzőnek mondanák, vezetője Bartalis Kálmán vezérkari őrnek készítőnek az a lényege, hogy beérkezett jelentések és egyebek alapján valószínűsíthető, hogy a német-szovjet viszony, ami már akkor konfliktusos, tehát feszült viszony, fegyveres megoldást nyer 24 vagy 48 órán belül, és ebben az esetben Magyarországnak a Szovjetunió részéről légi, esetleg szárazföldi támadással is kell számolnia. Tehát amikor júniusról meg hasáról beszélünk, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az akkori értelmezések és elemzések a beérkező jelentések alapján egyáltalán nem tartják kizártnak azt, hogy Magyarország is a Szovjetunió célországa legyen. És miért mondom, hogy célország? Mert mindig azt mondjuk, és nem biztos, hogy nekem van igazam, ne értsék félre, hogy a Szovjetunió, így tanultuk, a derék szovjet kolhoz paraszt építette a szocializmust békészen, és jöttek a gonosz fasiszták, akik egyébként nemzeti szocialisták voltak, és elkezdték őket piszkálni és bántani.
És azonnal elhatározták, hogy visszavonulnak az Urálig. Nem. A szovjet támadás, a német támadás után a szovjet vöröshadsereg első feladata az volt, vagy lett volna, hogy az ellenséget megállítani, az ellenséget visszaszorítani a saját területére, és majd ott legyőzni. És amikor említettem önöknek, hogy Berlin, ahogy a szovjet szakirodalom használva, a szovjet terminológia, a főcsapás iránya, és Bukarest, Budapest egy kisegítő csapás, mert a lengyel főkormányzóságon, a lengyel németek által megszárt területen ment volna a szovjet támadás, akkor ez azt jelenti számomra, hogy voltak elképzelések a Szovjetunió részéről arra, hogy Magyarországot is adott esetben megtámadják egy ilyen esetben. De legyünk egy másik példát, amiről szintén el szoktunk feledkezni, és megint azt mondom, hogy nem biztos, hogy helytelen, amit mondok önöknek. Amióta létrejött a Szovjetunió, ugye 1922-24 Szovjet-Oroszország, Szovjetunió, alapvető célja a világforradalom volt, és ennek a világforradalomnak az exportálása a világ minden területe, főleg Európába. Tehát egyáltalán nem úgy kell tekinteni, hogy a Szovjetunió nem egy expanzív és terjeszkedő hatalom lett volna. Ha csak a kommunista mozgalomra gondolnak, ahol nem úgy jelennek meg az európai kommunista pártok, vagy magyar kommunista párt, ami ugye nem volt valami nagy, hanem a kommunisták magyarországi pártja. A kommunisták csehszlovákiai pártja. Tehát nem egy nemzeti, hanem egy nemzetközi, egy internacionalista dologról van szó. A lényeg az, hogy 1942. június 22-én megindul a támadás, Magyarország pedig június 23-án megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. A románok, a finnek és a szlovákok fegyverrel támadnak, Magyarország, ha szabad így menni, visszafogottabb és diplomáciai kapcsolatokat szakítja meg a Szovjetunióval. Vannak különböző felvetések azzal kapcsolatban, hogy magához hívatta Kristófi követett Molotov, és kérdezi tőle, hogy mi a magyar álláspont, hiszen a Szovjetunió egyetértett Észak-Erdély visszacsatolásával, és így tovább. Kristófi pedig azt mondja, hogy ő, mint követ, erre nem tud választani, neki meg kell kérdeznie a kormányát, hiszen egy követ saját nevében nem nyilatkozhat. De mire megkérdezné, és Bárdosi perében is eljön, azt mondta Bárdosi, hogy erre a kérdésre a választ a magyar kormány azzal megtette, hogy megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Amint ez bekövetkezett, Moszkvában a magyar követségen kikapcsolták a gázt, a villanyt, mindent. A követség alkalmazottai, akik ott voltak, összeelégették, megsemmisítették azokat az iratokat és egyéb dolgokat, amelyek ugye bizalmasak és titkosak voltak, és összecsomagoltak az épületbe, és átveszi Magyarország érdekének képviseletét Bulgária, míg a Szovjetunió érdekképviseletét Svédország látja el Budapesten, ugyanez a forma, gödre viszik ki a szovjet diplomáciai testület tagjait, és kicserélik őket, ugye Törökországon is egyébként jönnek vissza a magyar diplomaták, és mennek el az olasz diplomaták. De nincs magyar katonai lépés ekkor még semmi, a magyar haderőt még nem is mozgósítják, mert a németek azt mondják, mikor Wert Henrikkel tárgyal Halder, a szárazföldi erő vezérkari főnöke 1941. júniusában Budapesten, amikor egy megállót beiktat az útjába, hogy ne alarmírozzák a Szovjetuniót azzal, hogy a magyar honvédséget mozgósítják, mert ez esetleg a szovjetekben, hogy mondjam, érdeklődést kelt föl, hogy mi történik itt. És Magyarország ezzel, hogy megszakította a diplomáciai kapcsolatot, úgy érzi, hogy teljesítette, idézve mondom, mert nem volt szövetség a két állam között, szövetségi feltételét. És ekkor következik be 1941. június 26-án, 13:03, azt hiszem, amikor Kassát 3 felségjelzés nélküli repülőgép bombázza, 30-100 kilós bombát dobnak le, ebből egy Enyickére kerül, 29 Kassára, Enyicke és a Kassai nem robban föl. Amikor a vizsgálóbizottság ezeket a ejtőlőszert, hogy hivatalosan mondják, megvizsgálja, az kiderült, hogy szovjet gyártmányúak, ugyan a korabeli bulvár sajtóba jött, hogy Putyilov gyárjak, mert egy apuv feliratot vélt felfedezni rajta egy ruszin nemzetiségű magyar katona, csak az apuv nem azt jelentette, hogy Putyilov gyár, hanem Aviazionnyi Pneumatichesky Univerzálnyi Zrivatyel általános gyújtót jelentett. És később, amikor a megállapítás zajlott, kiderült, hogy ezt a típusú bombát egyetlen típusú repülőgépről lehetett ledobni, azzal a repülőgéppel a térségben is a Szovjetunió rendelkezett. Ez az akkori megállapítás szerint szovjet támadás. Erre most lehet azt mondani, amit nagyon sokan mondanak, hogy nem így kellett volna reagálni, hogy mert mi történt. Érkezik a jelentés, hogy van egy ilyen légitámadás, bizonyítottan szovjet repülőgép, mert az felségjellel volt ellátva, lőte a Rahó körzetében a Körösmező Budapest között közlekedő vonatot, halottak vannak, anyagi kár van,
és az a jelentés megy, hogy feltehetőleg szovjet gépek vannak. De ha most belegondolok a háború menetébe, akkor nehezen lehet elképzelni néhány nappal a háború kitörése után, hogy vajon milyen ország repülői támadhatták volna meg adott esetben Kassát. A szlovák légierőnek gyakorlatilag érdemi bevethető repülőgépe nem volt, meg miért támadta volna meg? Van egy nagyon szimpatikus verzió, amit el szoktak mondani, hogy a románok. Mert a románoknak érdekük lehetett, ugye mindig ezt teszi föl a kérdést a legtöbb, hogy kinek az érdeke. Most ezt a kérdést tesszük föl, akkor mindegyik dolog mellett lehet érvelni, hogy igen, érdeke és nem. Vegyünk egy román variációt. Romániának érdeke, hogy Magyarország belépjen a háborúba? Ha úgy szállítom, érdeke, nehogy Magyarország erős katonai erő maradj, hatalom maradjon, és a háború végén majd leszámoljon a románokkal, és még nagyobb területet visszavegyen. De a másik oldal nem érdeke, mert az akkori vélekedés szerint ez a háború körülbelül 2-3 hónap alatt német győzelemmel ér véget, és ha Antonescu marsal azt tudja fölmutatni, hogy a román haderő, mely 2 hadsereggel támadja a Szovjetuniót, részt vett a győzelembe, a magyarok meg békésen üldögéltek otthon, akkor vajon az egyetlen tényező, hatalmi tényező Európában azt mondja, hogy nem baj, maradjon a magyaroknak Észak-Erdély? Vagy azt mondja Antonescu, hogy megszolgáltuk? Ugyanez a helyzet Tiszóval, aki gyakorlatilag a teljes szlovák haderőt, ami nem volt jelentős, a szovjet front rendelkezésére bocsátja. A másik, én úgy látom, hogy ez egy kényszerítő erő arra, hogy Magyarország milyen döntést hozzon, és a Kassát ért légitámadás, illetve a vonatot ért támadás ezt igazolja és ezt előhozza. Hogy pontosan mi történt, ma sem tudjuk. Különböző vélekedések vannak. Én azt szoktam mondani, és ez az én álláspontom, hogy még senki nem cáfolta a korabeli megállapítást, miszerint szovjet támadó fél volt. Nagyon sok variáció van. 91-ben jelentett valaki, aki elmondta, hogy ő bombázta Kassát, őt képezték ki a németek, és hogy a hadapródok miként festették át Ungváron azt a repülőgépet, amivel ő ment. Az a géptípus, amit elmondott, hogy gyakorlógép volt, nem bombázó volt, nem volt rádió, de ez nem érdekelte az újságírót. A dolognak az a lényege, hogy ez nem egészen bizonyított, tehát a szovjet variációt még nem írták fel. A román esetében és a szovjet variációnál van egy Belgiumban élő kollégánk, egy bizonyos Vajda Ferenc, aki számos kisebb-nagyobb publikációt közzétett már ebben a témában, és nagyon érdekes az, amit az ő esetében el lehet mondani, nevezetesen azt, amiről kevesebb szó esik, hogy nem csak a szovjet vörös hadseregnek volt saját légiereje, hanem a szovjet belügyi népbiztosságnak is. A szovjet belügyi népbiztosság vezetője, Beria, különböző iratokból következtet erre Vajda Ferenc, illetve egy egykori NKVD-s repülő lányának az információból, aki természetesen kiadni nem akarja magát, miszerint a szovjet fél részéről megfogalmazódott egy olyan gondolat, hogy a háború elején, amikor még nem lehetett tudni 3 vagy 4 nap után, hogy mi lesz a háború menete, hogy majd Moszkváig mennek a németek, érdemes lenne a magyarok és a románok között egy konfliktust, hogy így mondjam, fegyveres konfliktust kirobbantani, és ezért történt volna Vajda vélekedése szerint, és ezt igyekszik igazolni, és ebben számos dologban egyet lehet vele érteni, hogy egy olyan provokációs támadás Magyarország ellen, Kassa a legjobb terület, 1-2 perc alatt el lehet hagyni a légteret abból a háromszögből, ott akármelyik így ölnek a repülők, mert ha Magyarország és Románia között kialakul egy konfliktus, a szovjetunet ezt tehermentesíti. És ugye volt egy olyan variáció is, hogy nem egy ilyen konfliktus, hanem a románok saját maguk csinálták, és amikor visszabontottuk a forrást, akkor kiderült, hogy az első információ az volt, hogy egy szovjet hadifogoly táborban egy román tiszt azt mondta, hogy azt hallotta. Tehát ez volt az alaptétel, amire építették a román verziót. Aztán volt szlovák verzió, ott ugye a megcsalt postás, aki haragudott a magyar barátnőire, és aztán elment a Szovjetunióba, és onnét bombázott. Aztán volt a legszimpatikusabb, hogy ezt a németek találták ki. A németek ezzel akarták beugrasztani Magyarországot a háborúba. Újszászi István szájába adtak egy nyilatkozatot, ami elhangzott a Nürnbergi perbe. Újszászi természetesen nem volt ott, a Szovjetunióban volt. Aztán volt egy német tiszt, aki szintén azt mondta, hogy ezt úgy tudja, de ezt semmi nem támasztotta alá. És a másik pedig az, a németeknek nem volt semmi szüksége arra, hogy provokálnak. A németek, bocsánat azért a szóért, Magyarországra rászólnak, vagy kényszerítik, akkor bekövetkezik. És abban egyetértés van a szakmában, mármint a történészek között, hogy ez a hadba lépés elkerülhetetlen volt. A kérdés az volt, hogy meddig lehetett volna elhúzni a hadba lépést.
A többség úgy látja, hogy ez körülbelül 1941. szeptemberig mehetett volna, de ha nagyon nagy vonalak vagyunk, akkor 41. decemberig, de előre nem lehetett látni a németeknek a Moszkva előtti vereségéig, hiszen a németek Moszkva előtti veresége az a pillanat, amikor a németek követelik a teljes magyar haderő frontra küldését, és ebből lesz a második hadsereg. De visszatérve Kassára, a jelzés után a honvédelmi miniszter, illetve a vezérkar főnöke az államfőnek jelentést tesz arról, hogy Kassát légitámadás érte, és a kormányzó meghozza a döntését, hogy vissza kell csapni. És ugye ez is egy vitatott kérdés, és önnek az, hogy hadüzenet történt egyebek, nem történt. Meg kell nézni a 920. évi első és 17. törvényciket, ez alapján döntött Horthy Miklós kormányzó, azon lehet vitatkozni, hogy helyes volt a döntése vagy nem, de ez a törvény őt följogosította arra, hogy az országot fenyegető veszély esetén az államfő, miután 20-as törvényről van szó, nem honvédségben, hanem nemzeti hadsereg, nem országgyűlés, hanem nemzetgyűlés. A nemzetgyűlés és a minisztertanács, ugye ez a kormányt jelenti, a vélemények utólagos kikérése mellett a honvédség vagy nemzeti hadsereg alakulatát az ország határain kívül alkalmazhatja. Horthy erre a törvényre lépte meg azt a lépést, hogy a honvédségnek vissza kell csapni erre a nem provokált támadásra, és amikor Hitlernek június 28-án levelet ír, akkor azt írja, hogy az országot ért népjogellenes egyéb támadások következtében úgy döntöttem, és a döntést az államfő hozza meg. Mert neki van joga hozzá, a miniszternek nincs joga, és a Bárdossy László nem is tette. És hogy pontosan mi történt a 41. június 26-i minisztertanácsi ülésen, ezt nem igazán tudjuk, ugyanis két minisztertanácsi jegyzőkönyv olvasható a Magyarországos Levéltárban erről az ülésről, és ha valaki megnézi őket, akkor azzal szembesül, hogy minden korábbi minisztertanácsi ülés jegyzőkönyvétől eltérő a formája, ugyanazzal a géppel írták mind a kettőt, az egyikre azt írták, hogy ez az, amit Bárcéházi Bárcsi István miniszterelnökség államtitkár akkor vezetett, a másik meg, amit Bárdossy László lemondásban lévő miniszterelnök készített. Tartalmilag nagyjából egyezik a kettő, csak van egy gond. Az eredetiségében az pedig az, hogy 1941. június 26-án a minisztertanács ülésen nem hangozhatott el az, hogy Wernherik vezérezredes és Barta Károly vezérezredes, mert a magyar királyi honvédségben ilyen rendfokozat nem volt. Ellenben Bárcsi István, aki a miniszterelnöksége államtitkárként több mint 20 esztendőn keresztül a minden minisztertanács ülés észrevője és jegyzőkönyvvezetője, a népbírósági perekben számos esetben tanú, majd meglepő módon 1940-ben gond nélkül Svájcba távozhatott. Nem kívánok erről részletesebb következtetést levonni, mindenkire rábízom az elképzelésére, hogy miként fogalmazza meg. De a döntés és a dolognak az a lényege, az államfő dönt, és ezen a minisztertanácsi ülésen, amikor gyakorlatilag a kormányzó döntését közli a miniszterelnök, külügyminiszter, a miniszterekkel, azt mondja Bárdossy, kéretik a honvédelmi miniszter úr, hogy limitált erők vétessenek igénybe. Tehát lehetőség szerint adjunk is valamit, mert már nem lehet ezt a lépést nem megtenni, és Bárdossy nem tudja a kormányzói döntést megváltoztatni. Lehet, ha Bárdossy László, mint miniszterelnök, előbb megy a kormányzóhoz, és azt mondja, főméltóság uram, kérem önt, hogy tegyünk valamit, mindig azt vetik föl, hogy akkor kellett volna egy diplomáciai jegyzéket kérdeni Moszkvában, megkérdezni, hogy valóban ők voltak, vagy nem, de már nincs diplomáciai kapcsolat, lehet, hogy a svédeken keresztül, vagy a bulgárokon keresztül lehetett volna kérdezni, de ez nem volt, mert ott van a feszítő erő, ha mi kimaradunk, akkor valami történik, pontosabban az, hogy egy német győzelem esetén a revíziós céljainkat, amiket sikerült részben megvalósítani, nem fogjuk tudni a magunk részéről fönntartani. És megszületik a döntés, és Bárdossy László, hogy említettem önöknek, ezt elmondja a parlamentben, ha megnézik a képviselőházi naplót, tapsaház mindkét oldalán, a bal oldalon, mert ott ültek a jobboldali képviselők, a jobb oldalon meg a bal oldalak, még fölhangzik az, hogy ki a szociáldemokratákkal, meg ki a zsidókkal, a szélsőjobb képviselők részéről. Majd nem sokkal később, mint egy két vagy három hét múlva, amikor összeáll a felsőház ülése, akkor a felsőház ülésén ismét meghangzik ez a bejelentés, és mind a két ház tudomásul veszi az államfői döntést. Most az, hogy ezt tudomásul veszik, az én fölfogásom szerint és az én ismereteim alapján, jogszerűen történt mindaz, ami történt. Ezt igyekeznek, egyébként van, aki ezt igyekeznek cáfolni, mondván, hogy a joghoz nem értett Bárdossy László se, az egész korabeli magyar kormánynak fogalma se volt jogról, és így tovább. És hangoztatják, hogy Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, nem üzent hadat. Az az államfő jogosítványa lett volna, és ahhoz a hadüzenethez valóban előzetesen ki kell kérni a nemzetgyűlésnek és az országgyűlésnek, vagy nem, akkor már országgyűlés a neve, hozzájárulása erre nem kerül sor, hogy nem üzent Magyarország hadat Nagy-Britanniának sem,
mert Nagy-Britannia jelezte azt, hogy miután Magyarország 41 novemberében nem vonja ki a csapatait a Szovjetunió területéről, ezért beállítnak tekinti a hadi állapotot Magyarországgal, a brit fél, amelyik addig csak, hogy így mondjam, diplomáciai kapcsolatokat szakította meg ezzel az országgal. A kérdés természetesen mindig akkor merül föl, hogy vajon, amit én önöknek mondtam, németek, magyarok, oroszok, szlovákok, sőt még volt egy jugoszláv variáció is egyébként, tehát ha valaki végigveszi Borsányi Julián könyvét, aki azért foglalkozott Kassával, mert egykoron az idősebb korosztály tagjai, magamat is beleszámít, emlékezem még Szabó László, kékfényes Szabó Lászlóra, akik Pintér Istvánnal a másik újságíró, vagy mind a kettő az illetékes elhárítás elvtársa volt, könyvet írtak a magyar háborús bűnösök lését tovább, és Borsányi Julánról megírták, hogy ő szervezte meg a kassai provokációt. Most Borsányi Julián ezt nem igazán értelmezte, ő valóban tagja volt a kivizsgáló bizottságnak fiatal századosként, és akkor be akarta perelni a két újságírót Magyarországon, de valami oknál fogva a 60-as években nem volt ügyvéd, aki vállalta volna a perét, és akkor elkezdett foglalkozni a Kassát ért légitámadás kérdésével, és minden lehető forrást, ami összegyűjthető volt, összegyűjtött. Nagyon sok ellentmondás van a dolgokban. A legszimpatikusabb szokak számára az, hogy valóban lehettek szovjet gépek, de eltévedtek, mert Kassát bombázták Eperes helyett. Most egy felvidéki magyar doktorandusz végig kutatta, hogy így mondjam, a szlovákiai levéltárat, úgy a hadi levéltárat, mint az állami levéltárat, tehát a mi nemzeti levéltárnak megfelelő, és hát ő arra az eredményre jutott, hogy egy Eperesen nem volt olyan német rádióállomás, amit bombáztak volna a szovjetek, mert semmi nyoma nincs, és a szlovák légelhárítás, illetve a szlovák légierő irataiban semmiféle utalás nincs arra, hogy ők akár felrepültek volna, de olyan sincs, hogy Szlovákia és a Szovjetunió között lett volna valami jelentősebb fegyveres konfliktus. És ami érdekes, ez a bizonyos általán említett Vajda Ferenc tette közzé azt a német dokumentumot, ami 1941. június 26-i a kassai légitámadás után körülbelül egy órával később, eletett nem akkor írták, hanem akkor észlelte egy német repülőraj, hogy találkoznak egy 3G-ből álló repülőrajjal, amely nem visel felségjeleket, és nem ismerik fel a géptípust. És ezek, amikor leírják, hogy honnét jönnek a gépek, ezek pontosan beilleszthetők arra, hogy ezek a gépek Kassá irányából mennek vissza a Szovjetunió területére. Tehát én úgy vélem és úgy gondolom, hogy Magyarországot érte egy támadás, hogy ez abból adódott, mert van, aki arra esküszik, hogy minden országban, minden katonai vezetés, illetve minden, hogy mondjam, egység és csapattest, seregtest rendelkezik egy olyan tervel, ha háború esetén mi a teendő, amikor fel kell bontani. Lehetséges, mondják, hogy akkor fölbontotta valaki a borítékot, és abban egy alakulatnak az volt, hogy ez a célirány Kassa, vagy nem tudom micsoda. A másik, amit lehet fölvetni meg itt, hogy eltévedhettek, 1940-ben a Szovjetunióban olyan térképek jelentek meg, dokumentálható, melyen Kárpátalja például a Szovjetunió részeként volt föltüntetve. De ilyen térképeket zsákmányoltak 42. augusztusában a második hadsereg tagja is, vagy találtak elfogott szovjet tiszteknek a térképtáskában. Tehát sok variáció van. Én a magam részéről azt mondom, hogy egyáltalán nem kizárható, és ezt a szovjet támadást leginkább Kovács István fogalmazza meg, nem a polonista, hanem egy egykori határőr tiszt, aki ebből írta a disszertáciát még a 90-es években, és minden lelhető dolgot a Borsányin túl is föltúrt, elment Kassára, összegyűjtötte a bombarepeszeket, amelyek még megmaradtak, és sok minden más, és nagyon beleilleszthető a szovjet elképzelésekbe. Ha a Szovjetunió ezt a provokációt, amit én említettem, hogy nem biztos így van, hogy ez a bizonyos magyar-román fél közötti konfliktust kirobbantani, ez egy elfogadható dolognak tűnik, és nem tudhatjuk, és erre csak akkor tudnánk igazán választ adni, ha az oroszországi levéltárak a kutatók számára megnyílnának, mert erről csak elmélkedni lehet. Amikor 1991-ben a hadba lépésünk 50. évfordulójára rendezett nemzetközi konferencia volt Budapesten, mint kezdő egyik előadója lehettem, illetve a szervezője, és akkor német, szlovák, román, akkor még szovjet történészek és magyarokat hívtunk meg. A szovjet, akkor még szovjet kollégák, akik között volt olyan, aki kitűnően tudott magyarul, ugye 56-ban tolmácsa volt a szovjet megszálló csapatok parancsnokának, Fomin ezredes, elmondta, hogy mert ugye mindig jönnek, hogy a szövetséges, most vegyük ugye Németországot, Magyarországot, Romániát gépekre egy bizonyos sárga színű festéket gyűrűt rajzoltak, vagy festettek föl,
hogy meg tudják különböztetni a nem ismerőkkel a gépeket. Fomin elmondta, hogy a szovjet légierőben csapatjelzésként szolgált ez a sárga gyűrű. Tehát a szovjet gépeken volt ilyen festés. Erre emlékeznek. De hogy miként emlékezünk vissza, és nem magamról beszélek, ne értsék félre, ez egy kis kitérő. Kassára is elment ez a nemzetközi társaság, ott is elhangzottak az előadások. Ott volt két idős úriember, aki akkor talán ilyen korú lehetett, mint én, de az nekem akkor idősebbnek számított, akik a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap növendékei voltak Kassán 10 évesen, 41-ben. Ez a két ember, aki egy nagy jó barát volt a kassai repülőtéren, úgy összeveszett azon, hogy melyik irányba jöttek a gépek, hogy berögtek, mit mondott Krúdy Ádám, aki fölnézett van, és azt mondta, hogy ilyen ócska klozettjei, mondta ő, csak az oroszoknak vannak. Mondta az illető, aki azt állította. Na most, akkor vajon mi lett? Tehát én azt gondolom, hogy ez a rejtély akkor fog megoldódni, ha orosz forrásokat lehet látni, és ha az egykori Szovjetunió vagy utódállamai hajlandók lesznek elismerni azt, hogy nem csak a békét építették. Én ezt így látom a magam részéről. Az pedig Magyarország sajátos tragédiája és sorsa, hogy a háborúba bekerült, de elkerülni úgy érzem nem lehetett volna. És a mi gazdaság, bocsánat, katonapolitikai, geopolitikai helyzetünk, bármelyik időszakát nézzük a magyar történelmnek a Kárpát-medencébe, az minden esetre olyan volt, hogy aki keletről ment nyugatra, az itt ment át, aki északról délre itt és fordítva. Tehát ez az ország azt az állapotot, amit a irigyelt északi államok vagy Svájc fölvehette, nem tehette meg. És ez az ország, amikor a háború előtt még a 20-as, 30-as években megpróbált az első világháborús győztesek részéről valami segítséget, támogatást szerezni ahhoz, hogy egy másfajta Magyarország épülhessen ki, akkor gyakorlatilag ezt az érdeklődő kezet, hogy így mondjam, eltolták, és átirányították a németek és az olaszok irányába. És akkor úgy tűnt 1941. júniusáig, hogy Magyarország jó irányt választott, hiszen sikeres volt a revízió, viszont 41. június 26-án egy légitámadás következtében az ország hadi állapotba került a Szovjetunióval, és amikor 1941. novemberében sikerült nagyjából a kint lévő alakulatok jelentős részét visszahozni, akkor jött a Moszkva előtti német vereség, ami pedig Magyarországot még inkább a háborúba vitte be. Ahogy Szabó Péter kollégám, aki ugye kitűnő monográfiát írt a második hadseregről és sok minden másról, azt mondta, hogy ez volt már az a pillanat, amikor a németeknek ellentmondani nem lehetett. Pontosabban lehetett volna, csak mi lettünk volna a következő, már bocsánat, az elején, hiszen én nem éltem akkor még, az első megszállt ország, vagy a következő megszállt ország, hasonlóan Belgiumhoz, Hollandiához és így tovább. Tehát ez egy elkerülhetetlen dolog volt. A kérdés itt megint azt tudom mondani önöknek az, hogy Kassa kapcsán fölmentést akarnak adni valakinek, vagy Kassa kapcsán el akarnak valakit ítélni. Ha megnézik önök Bárdusi László Eni peranyagot, amely megjelent a népbírósági tárgyalásai, megnézik a korabeli katonairatokat, megnézik a minisztertanács jegyzőkönyveit, amit mondtam, hogy ebben az érdemben tartalmunk nagyjából azonosak, de utólagosak, nem ott hangzottak el, és megnézik azt a levelet, amiben a kormányzó azt írja, hogy kormányommal június 23-án a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval megszakítottam, most pedig a Szovjetunió népjogellenes támadását, amelyet az országunk ellen intézett, ide ez mondom, ilyen formában torlom meg, akkor megszületett az az államfői döntés, amely, ismét hangsúlyozom, én így látom, a korabeli törvényeknek és szabályoknak megfelelt. A végkifejlet nem az lett, hogy még több területet szerzett Magyarország, hanem az lett, hogy elveszítette. És hogy az előadásomnak ennen a végén azt tudja mondani, mindenki kiválaszthatja maga számára a legszimpatikusabb verziót, a németet, az oroszt, a szlovákot, a románt és így tovább, de egy biztos, német-magyar összeesküvés az én megítélésem szerint és a források szerint nem volt arra. Most gondoljanak bele, és induljunk ki a magyar lélekből. El tudják képzelni, hogy amit két ember tudott Magyarországon, az titokban maradt. El tudják képzelni, hogy van olyan magyar honvédtiszt 1941-ben, aki összeesküvés sző a saját hazája ellen, hogy bombázzák majd Kassát, és együttműködjen ebben a németekkel. Nincs már szükségük. A németek azt mondták mindig, már mindig alatt értem ezt a néhány napot, nem igényeljük Magyarország részvételét, ha ajánlkoznak, köszönettel fogadjuk. Hát mi is így lennénk, nem? Ha kapnánk valamit, és azt odaadják nekünk ingyen, akkor milyen legyen, mert kevesebb katonára van szükség. De azért nem volt erre szükség lépni. És azért említettem az előadás elején vagy a elej után valamivel azt,
hogy miként látta a magyar katonai hírszerzés 1941. júniusában egy esetleges szovjet-német konfliktus esetében Magyarország helyzetét, és azt írják le, hogy Magyarország légi, esetleg szárazföldi támadásokkal számolhat. És én azt gondolom, hogy ez egy helytálló értékelés volt, tehát én azt tudom önöknek mondani, hogy ez a hadbalépés bekövetkezett, jogszerűsége vitathatatlan, következményét pedig, ha így fogalmazhatok, napjainkig érezzük. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket!